A dombovári polgármester nagyon fontosnak tartja, hogy értékeljék a tűzoltók és a rendőrök munkáját egyaránt, akik szorgalmasan és nagy elhivatottsággal dolgoznak. Azt gondolom, hogy évrébe örömterült Szentgyörnap környékén, majd az azt napokban kerül átadásra a Dombovár közbiztonsági érdi és az év kistérségi rendőre. Mi ezt a kihívást nagyon komolyan vesszük, hiszen amikor a társulás úgy döntött, hogy ezt a díjat megalapította, akkor azt gondoltuk, hogy azokat az elkötelezett rendőröket minden évben el kell ismerni, akik kiemelkedően végzik munkájukat. Azt gondolom, mindkét szervezetnél, mind a tűzoltóságnál, illetve katasztrófavédelem, illetve rendőrségnél szükség van arra, hogy mindig az átlagnál jobb teljesítményt nyújtó embereket elismerjük, kitüntetésben részesüljenek, hiszen azt gondolom, hogy a mai naptól fogva ők a társaik közé példaképé válnak, és azt gondolom, hogy a jó példát követni kell. És egyeztettem a vezetőikkel évre-évre nehezebb kiválasztani a legjobbat, hiszen mindkét testületben kiváló emberek dolgoznak. Tavaly december óta 5 darab lakástűz volt Dombováron. Nyilván itt egy összevont eljárással sikerült felderíteni, hogy ki az, aki ezeket elkövette, de hát azt gondolom, hogy ezeknek a gyakorisága soha nem látott mértékű volt. Ez egy közös munka eredménye szintén. Nyilván a rendőrök tekintetében azt gondolom, hogy ez a migrációs hullám, ami Magyarországot érinti, és nyilván vezényelnek vidékről rendőröket a határ védelmére, azt gondolom, hogy olyan terret rót rájuk, hogy meg kellett felelniük nyilván Dombováron és a járásba is, és helyet kellett állniuk Magyarország határainak védelmében is. Kapitány úrral többször egyeztetünk, azt gondolom, hogy ez a fluktuáció, amely a rendőrségre jellemző volt Dombováron az elmúlt években megállt, nagyjából a teljes létszám fel van töltve, és ahogy említettem már az előbb, kiváló emberek dolgoznak mindkét testületben. Elsőként Ignác Richárdot emelték ki a rendőrök soraiból. Igazándiból a mai esemény, ami miatt itt vagyunk, az az év kistérségi rendőrének a megtisztelő címének az átadása, amire a vezetőink úgy döntöttek, hogy én vagyok érdemes az évi munkám miatt. Igazándiból én a Dombovári Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának a nyomozó alosztályán teljesítek szolgálatot nyomozóként. Egyben én vagyok a nyomozó alosztályvezetőnek a helyettese is már egy jó pár éve. Kitüntetést én úgy gondolom, hogy a úgymond állandó, magas színvonalú szakmai munkám miatt érdemeltem ki. Eléggé terhelhető vagyok, eléggé bonyolult ügyeket viszek, úgymond így az alosztály szintén a legkomplikáltabb ügyeket szoktam én feldolgozni. Igazándiból a tavalyi év is az előző évekhez képest ugyanolyan nehéz volt, hanem még nehezebb, rengeteg az internetes bűncselekmény, csalás, ebben a kivert térben elkövetett bűncselekmény, és javarészt ezeknek a nyomozásával foglalkozom. Ezeket az eljárásokat szoktam én, úgymond előadóként vezetni. Nagyon sok szempontból bonyolult a munkánk, sok mindenre oda kell figyelni, mint a jogszabályi környezetre, mind igazándiból más körülményekre. Talán ez a legnehezebb része, hogy az állandó megfelelés és hogy megfelelő színvonalon ezeket az eljárásokat le tudjuk folytatni, és sikere is vezessenek ezek az eljárások. Szeretek segíteni másoknak azt, hogyha valaki egy olyan szorult helyzetbe kerül, amiben igazándiból nem nagyon lát bármiféle segítséget és kilátást, hogy ezt a helyzetet próbáljuk mi orvosolni és megoldani, és jó dolgokat csinálni. Nem sokára Pitz Gábor következett, a Dombovári térség bűnmegelőzése és közbiztonsága érdekében végzett kiemelkedő szolgálatellátásának elismerését vehette át. Parancsnokom felterjesztette erre a díjra, úgy érzi, hogy a tavalyi év során olyan kiemelkedően teljesített, mint én, mint a beosztottaim, hogy én erre a díjra érdemesnek bizonyultam. Én már 13 éve vagyok rendőr, és itt Dombováron teljesítettem szolgálatot. A tavalyi év nagyon jelentősen megterhelő volt, úgy gondolom. Én ugyebár az igazgatás rendészeti alosztályt vezetem, alapvető feladatunk a szabálysértési eljárásoknak a lefolytatása, illetőleg az engedélyügyi tevékenység, a vadászokkal foglalkozunk, illetve személy és vagyonőr ügyeket intézünk. A szabálysértés ügyekben sajnos emelkedés mutatkozott a tavalyi év során, amit úgy is gondolom, hogy nagyon sok fokozott ellenőrzés történt itt a közutakon, és ennek köszönhetően emelkedett a szabálysértés ügyeknek a száma. Ezeknek az eljárásoknak a lefolytatása különösebb nehézséget egyelőre még nem okozott. Igyekeztünk mindig humánusan eljárni a úgymond a feljelentett személyekkel szemben. Igazából ez is okozta itt a legnagyobb nehézséget,
hogy nagyon emelkedtek a szabálysértés ügyeknek a száma. Végül, de nem utolsó sorban a tűzoltók is kaptak elismerést, Karádi Attilát szólították. Hát az előző év az egy átlagos évnek tekinthető, körülbelül hasonló káresetek, olyan nagyon nagy káresetek nem történtek, hanem ezek a szokásos, úgymond mindennapos, tehát a rendszeresen előforduló káresetekhez vonultunk. Persze nagyobb káresetek is voltak, tűzeseteknél, lakástüzeknél, háztüzeknél kellett beavatkozni, ez mondható a legkomolyabb káreseményeknek, illetve műszaki mentések során a baleseteknél, hát több balesetnél is sajnos be kellett avatkozzunk. Fontos a rendőrök, tűzoltók áldozatkész munkáját elismerni a mindennapokban is, hiszen a közösség biztonságáért és védelméért dolgoznak.